Közben Kazasztánban sikerült stabilizálni a helyzetet, ezt írta a legfrissebb közleményében a belügyminisztérium. Az eddigi összesítések szerint az összecsapásokban 16 rendőr halt meg, és körülbelül 1300 megsebesült. Már több mint 5000 embert tartóztattak le, a tüntetők több mint 100 épületet rongáltak meg, és 400 járművet gyújtottak fel. Az ország legnagyobb városának számító Almatiban körülbelül 30 bolt ismét kinyitott vasárnap, az almati repülőtér azonban továbbra is zárva tart. Kazasztánban a cseppfolyós földgáz árának emelkedése miatt kezdődtek a tiltakozások.